It's black and white. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Ismételten jelentkezem egy vloggal, ezúttal ugye az LEC 8. hetére. Az ellenfeleink ezúttal a G2 és az SK voltak. Ugye 2-0-ra hoztuk a hetet, úgyhogy elég jól végeztünk, és ezzel meg is lett nekünk a rájátszás. Innentől pedig akár a második, harmadik helyért is lehet majd menni a jövő héten, attól függően, hogy hogy alakulnak majd az eredmények a Vitality és az Origin részéről. Nos tehát, térjünk is ki viszont inkább erre a hétre, meg hogy hogyan is sikerült ezt a 2-0-át összehozni, meg hát mi is a siker kulcsa igazából. A gyakorlásra kitérve azt mondanám, hogy ugye kísérleteztünk az előző héten, az ezelőtti héten ilyen 1-3-1-es split push kompozíciókkal, viszont arra jutottunk, hogy ez nem annyira a mi stílusunk, mert nem vagyunk még elég jók ahhoz, hogy egy LEC meccsen tökéletesen játsszuk meg ezt a kompozíciót, márpedig ezek a kompozíciók csak úgy működnek, hogyha tökéletesen játssza meg őket valaki, mert a legkisebb hibát nagyon tudja büntetni egy teamfight kompozíció, egy ilyen split push kompozíció ellen. És szerintem itt még van hova fejlődni, hogyha ezt a stílust szeretnénk alkalmazni jobban. Most váltottunk is erre a hétre stílust egy kicsit, és sokkal inkább erre a teamfight kompozíciós megmozdulásra mentünk rá. Úgyhogy ez volt a gyakorlásunk a héten, és szerintem ez is volt az, ami a sikernek a kulcsa volt, mert mindkét csapat ellen úgy készültünk, hogy ők teamfightolni akarnak ellenünk. Ugye térünk is rájuk ki egyesével. Kezdjük a G2-vel, akik megmondom őszintén elég furán draftolnak. Ők teljes mértékben egy-egy matchupokra draftolnak, arra draftolnak, hogy legjobb hőseiket hozzák el. Kompozícióik azok elég gyengék alapból szerintem. Ez is amit hoztak ellenünk, ez egy ilyen split push kompozíció volt, de közben teamfight kompozíció is egyben, tehát ilyen összevisszaság az egész, ilyen jó nagy mix. Mivel számítottunk rá, hogy az összes hőst, amit hoztak, arra mind számítottunk, hogy hozni fogják, úgyhogy könnyen fel tudtunk rá készülni, hogy erős counter matchupjaink legyenek. És szerintem a draftot azt elég nagy mértékben megnyertek a G2 ellen. Amikor topról meg tudtam mozdulni, és biztos voltam benne, hogy megnyerjük a teamfightot, akkor mondtam is a csapatnak, hogy most megyünk. Ha meglátunk valakit a G2-től, akkor rámegyünk, és nincs megállás, mert ez is egyébként stílus a G2-nak, hogy szeretik az olyan mid prioritásokat megszerezni, ami alapból nem az övék. Tehát a perks meg a Mickey az felsétál miden, és akkor elkezd küzdeni a csapatunkkal. És hogyha nem vagyunk elég magabiztosak, akkor odaadjuk nekik a prioritást, miközben nem kéne, hogy megszerezzék. Nos, ezen a meccsen ez nem történt meg. Amikor láttuk, hogy ők megpróbálják a mi prioritásunkat elvinni, akkor rögtön rájuk engage-eltünk, és nem engedtünk nekik teret. Next objective for these teams. It looks like Splice are going towards the mid lane. Perks uses a great ultimate just to get out of the range of the box, but Mickey is going to be sacrificed here. Splice, they're controlling this top side of the map. Humanoid jumps in. They're looking for the engage. Lanta lands. Hero's entrance will come out, but already one down. Szerintem nagyon fontos volt a G2 elleni meccs során, hogy nem engedtünk nekik teret, illetve a laning fázisban nagyon stabilan játszottunk. Főleg top körül. Ugye Renekton Irelia matchup volt. Itt egyértelműen ez vált a meccsnek a kulcsfontosságú matchupjával. Nekünk mindenképpen top körül kellett játszanunk, ugye mit top körül, és a top oldali folyót kontrollálni. Ez szerintem úgy ahogy sikerült is, Xerxével elég jól összehoztuk azt a top lane előnyt. És innentől kezdve pedig nagyon jó pozícióban vártuk a mid és late game-t, mert tudtuk, hogy out is scale-eljük őket, tehát abban biztos vagyok, hogy ez nekünk nagyon jól alakult, és ugye most bejutottunk a rájátszásban, és a rájátszásban pont ilyesfajta magabiztosságra és döntéshozatalra lesz szükség, hogy megverjük azokat az ellenfeleket, akiket kaphatunk, mert ugye most azok a csapatok, akik be fognak jutni a rájátszásba, a Vitality az biztosan benn van, G2-ben van ugye, a Fnatic és az Origin, akik most nagyon-nagyon erősnek tűnnek szintén, ők is benn vannak, legalábbis én már úgy számolok velük, hogy benn vannak, mert Sárke, Misfits meg az SK azok alacsonyabb szintet képviselnek, mint ők. Hasonló volt egyébként a kép az SK csapata ellen is. Ők jobban draftoltak, ők róluk tudtuk, hogy ők egy ilyen full teamfight kompozíciót fognak összerakni,
hogy csak harcolni akarnak velünk, mert ez az SK stílusa, hogy Verlibnek olyan hősöket adnak, amivel tudja így a side lane-eket kicsit tartani, meg ott be tudja magát áldozni, és akkor... És ehhez mértem mi is egy ilyen teamfight kompozíciót raktunk össze. Ugye itt Kennent hoztam én el. Kicsit a meglepetésünkre egy Yorick-ot hoztak erre válaszul, ami véleményünk szerint nem illik bele az SK-nak a játék stílusába, mert Verlib ez egy elég nagy carry az SK-nak. Tehát amikor a Verlib rotate-el és az csapattal, gruppol, akkor a legerősebb az SK, mert a Verlib az nagyon jól tud kezdeményezni teamfightokat. Na már most Yorickkal ezt nem nagyon tudja megtenni. És ugye nekünk olyan kompozíciónk volt, ami ellen elég nehéz teamfightolni, van egy Kennenünk, egy Vayne-ünk. Ez alapból olyan magot ad a teamfight kompozíciónknak, amit nagyon nehéz felülmúlni. Főleg, hogyha Yorickjuk és Nocturne-jük van, ez két olyan hős, akik nem jók teamfightolásra. Nocturne az igazából egy olyan jungler, aki split push ellen nagyon-nagyon erős. Mert ugye a speed pushereknek folyamatosan félniük kell tőle, még úgyis, hogyha vision control-t alakítanak ki. Tehát a Nocturne az ilyenkor a legerősebb. Teamfightokban, hogyha beugrik, akkor rögtön elvánsatolják. A meccs az kicsit lassabban alakult, és nem tudtunk olyan nagy előnyre szert tenni az early game, meg a mid game során. De amint észrevettük, hogy hogyan alakulnak a teamfightok, például én a második halálom után azt mondtam, hogy én ezentúl nem fogok kezdeményezni semmit a teamfightokban, hanem szépen megvárom, míg az ellenfél használja a cooldownjait, és amikor elhasználták a Lissandra ultit, a Nocturne ultit, a Galio W-t, akkor onnantól be lehet menni. Like dominoes, SK, it felt so good, but it ends so bad. Splice take the fight. Mert ugye, hogyha nincs semmi, amivel megállítják a Kennent, akkor szépen át fogok darálni mind az öt emberükön, és ez az utolsó két teamfightban látszódott is, hogy mennyire effektív volt. Ez a meccs ez jól alakult, G2 elleni meccs is jól alakult, és mindkettőben ez a magabiztos shot calling és erős teamfightolás volt az, ami jellemző volt a stílusunkra, meg a játékunkra. Szerintem ezt kell majd követni a következő hetekben is. Split push kompozíciókat nem ártana elsajátítani, de szerintem ez több idő kell majd, és ha bár gyakorlunk velük egy-egy meccset néha-néha, szerintem most maradni fogunk a teamfight kompozícióknál, és ezekkel fogjuk majd a győzelmeket bezsebelni. Reméljük a jövő hét is hasonlóan alakul majd, és sikerül összehozni egy 2-0-át. Sokára egy második helyről indítani a rájátszást. De ez majd kiderül. Ugye a Fnatic meg a Misfits lesz az ellenfél. Fnatic az nagyon erős, úgyhogy szerintem hasonló szinten vannak, mint a G2, vagy akár még egy kicsivel magasabb szinten is jelenleg. Úgyhogy velük nagyon vigyázni kell. A Misfits pedig nagyon gyenge teljesítményt nyújt az utóbbi hetekben, úgyhogy szerintem, hogyha van egy olyan meccs, amit muszáj megnyernünk a jövő héten, akkor az a Misfits elleni meccs lesz. A jövő héti vlogban majd szeretnék egy olyan részt is berakni a végére, hogy kérdésekre válaszolok majd. Ha van valakinek valamilyen kérdése, akkor ez a YouTube videó alatt ezt felteheti, és amelyik kérdések például a legtöbb lájkot kapják, vagy a legfelül vannak és a legrelevánsabbnak tűnnek, akkor azokra majd igyekszem válaszolni. Két-három kérdésre szerintem. Vagy hogyha nagyon sok ilyen kérdés van, és nagyon sok időbe telne mondjuk a válaszadás, akkor lehet egy külön videót is csinálok hozzá, ezt majd még meglátom. Na minden esetre, hogyha vannak ilyen kérdések, akkor nyugodtan tegyétek fel. Igen, aztán majd jövő héten ismételten jelentkezem. Addig is jó League of Legends játékot és rankedezést. Illetve menjen az a climbolás. És jövő héten ismételten találkozunk. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, sziasztok!